A filmkockák megőrizték Szekszárváró zenei történelmének meghatározó alakjait. Ulin István, Lőrinci Gyula, Kelem Endre és Radnai Tibor már csak a zeneszeretők emlékében él, no meg azokéban, akik követték őket a jól kijelölt úton. Soponyai József, aki Radnait váltotta a dobok mögött, hosszú esztendőket zenélt együtt az alapító atyákkal, és ő kapta a nehéz és megtisztelő feladatot, hogy ne hagyja elveszni a megteremtett értéket. A megbízatás teljesítve van, hiszen ismét él és hallhatóan jól prosperál a zenekar. Régóta vagyok a Jazz Quartet tagja, eltelt 40 év, van egy új Jazz Quartet, örülök annak, hogy az új megvan. Nyilván hát tudomásul kell venni, hogy a régi az nincs, de hát most, hogyha visszagondolok, mikor először játszottam a Jazz Quartetben a Babicsban, az első koncerten a Kelemen Bandi a felvezetőben azt mondta, hogy egyik szemem sír, a másik meg nevet. Ez akkor volt, amikor a Radnai Tibor meghalt, és én kerültem az együttesbe, és akkor hozzátette, hogy hát nyilvánvaló, hogy miért sír az egyik szeme, de azért nevet a másik, mert tudjuk folytatni, és a Jazz Quartet él. Azt hiszem, hogy ezt tudom mondani én is, hogy miután ugye nyilván a barátaimat, a régi barátaimat elvesztettem, de a Jazz Quartet él, 40 évesek vagyunk, és azt remélem, hogy még vannak előttünk évek, és még sokáig élni fog a Jazz Quartet. Persze azt észreveszem a srácokon is, hogy hát igen, én vagyok az öreg, ugye, a korelnök. Hát egyébként meg, hát igazából én azt érzem, hogy nekem, hogy össze kell szednem magam. Hát itt komoly kihívások vannak, fiatal, fantasztikus, jó zenészek, nagyon jó kollektíva, nagyon jó társasággal vagyok együtt, és bizony össze kell kapnom magam ahhoz, hogy tudjam tartani velük a lépést. Sokkal többet kell készülnöm, de hát nyilván ez a korra a jár, de hát nem azt számít. Remélem, hogy ami a színpadra kerül, az mindent igazolni fog. A mai zenekar nagyon sok mindenben már másmilyen, mint az előző. Hangzásban, gondolkodásban is egy modernebb kort idéznek, miközben fenntartják azt a zenei örökséget, melyet rájuk hagytak az elődök. Van ennek súlya mindenféleképpen. 10 éve vagyok a zenekarban, de hát azért az előtte lévő 30 év azért nagyon meghatározó volt. Nagyon komoly emberek voltak, nagyon komoly zenéket raktak le az asztalra, nagyon komoly lemezeket készítettek. Azért azokat visszahallgatva, visszanézve a régi videókat, amik még így fennmaradtak, hát azért ez egy nagyon nagy dolog, és egy nagyon nagy felelősség ezt átvenni, és ezt így tovább vinni. De azért az nagy szerencsénk, hogy azért amikor kiderültek, hogy nekünk át kell majd egyszer ezt vennünk, akkor nem az volt, hogy bárki jöjjön, csak mi ne vegyük át, hanem azért az volt, hogy hajrá fiúk, csináljátok, mert biztos jó lesz, ahogy ti gondoljátok. Most is több régi számot fogunk játszani, mivel más a felállás, így át kellett hangszerelnünk. De megpróbáltuk megtartani az eredeti hangulatát, és megpróbáltuk áttenni az új formációra. Természetesen nem lesz ugyanaz, nem is célunk, hogy ugyanaz legyen, mert nem akarunk egy régi Jazz Quartet 2-t csinálni, hanem mindenképpen azért haladnunk kell, ahogy mi halljuk, ahogy mi játszunk, azért másokat hallunk a fülünkben, de hogy mindenképpen szeretnénk megtartani azokat a hagyományokat, amik vannak, mert azok egy nagyon komoly alapja a zenekarnak. Úgyhogy mindenféleképpen együtt jár a kettő, tehát ez egy két párhuzamos út fut egymás mellett, és mindenképpen meg kell tartani a régit is, de az újat is szerintem bele kell tenni. Minden közösségben kialakul egy belső kommunikáció rezgés, amely szavak nélkül is megteremti a kapcsolatokat. Soponyai József azt mondja, az új zenekarban ez már másmilyen, mint a régiben volt, de a kapcsolódások kiépültek az évek alatt.
Ott más volt az, amitől úgy együtt, hogy is szoktuk mondani, hogy úgy nem kell különösebben egymásra nézni, elkezdünk játszani, és tudtuk egymás gondolatát. Tehát az, hogy olyan sokat játszottunk együtt, olyan hosszú időt töltöttünk együtt, zenében is, meg a zene nélkül is, az azt jelentette, hogy valóban ismertük egymás gondolatát. Tehát a zenében nyilvánvalóan ez megjelent, és amikor olyan zenét játszunk, ahol improvizálunk, ahol a rögtönzésnek nagyon nagy szerepe van, ahol az alkalom, az a pillanat, az adja azt, ami a produkció lényege, ott fontos az, hogy mi úgy tudunk együtt játszani, megbeszélés nélkül, hogy belülről az a bizonyos rezgés, az megvan. Most az új együttessel én úgy gondolom, hogy ezzel is kialakult már ez. Ez egy másfajta rezgés, ez egy másfajta érzés. Nekem mindenképpen nyilvánvalóan más, hiszen hát most nem kell mondani, hogy az együttes az mi volt, meg milyen hosszan, milyen sokáig játszottunk együtt, de én azt érzem, hogy itt is úgy kezd kialakulni, és én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk.